Császár Enikő a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mikrofonnál, Fekete Rita, ez itt pedig a Hitköznapok, azon belül is a Világnézetek a Biblia tükrében című sorozatunk következő része, amely témánk a genderideológia filozófiai háttere lesz, szétválasztható-e a test és a lélek, ezt a címet adtuk ennek az órának, és köszöntöm kedves vendégeimet, Szilvai Gergelyt, a Mandiner főmunkatársát, a Genderelmélet kritikája című könyv íróját, és Tóth Gézát, a Hídgyülekezete lelkészét és a Szent Pál Akadémia tanárát. Szervusztok! Szervusztok! Köszöntöm a hallgatókat! Köszöntjük a hallgatókat! És hát első kérdésemet Szilvai Gergelyhez szegezném, mégpedig azt, hogy a Genderelmélet kritikája című könyv előtt már született egy hasonló témájú könyve a melegházasságról, és érdekelne egy picit ennek a háttere, hogy ez a téma hogyan találta őt meg. Sok évvel ezelőtt kezdtem el vitatkozni melegházasság ügyben a Háttér a Melegekért egyesületnek a tagjaival, egy képviselőivel, és akkor még nem sejtettem, ahogy a tanúban mondták, hogy ez a téma velem marad. Akkor kezdődött, igen, akkor a doktorimmal folytatódott, ahol végül a melegházasság kritikája lett a téma, meg ugye a század végnél ott örültek volna egy ilyen könyvnek, és akkor ezt megírtam, ez a doktorim is. És utána tavaly előtt össze, 19 őszén olvastam több helyen ilyeneket, főleg az egyik hírportál, egy jobboldali hírportálon is olvastam ilyet, hogy ki lesz, mikor cáfolja már meg valaki ezt az egészet, valami ilyesmi típusú ilyen segélykiáltásszerű cikket olvastam, amiben ez is szerepelt, és így körülnéztem a nemzetközi piacon, mondjuk így a könyvek tekintetében, és azt láttam, hogy nincs olyan könyv angol nyelven, ami ezt így monografikusan feldolgozná. Van olyan, ami érinti részben a genderelméletet, jellemzően a faja vagy az osztálya együtt ezekkel a kérdésekkel. Olyan is van, ami az egész genderelmélet egy részkérdéséről szól, az egész könyv, de hogy így, hogy így átfogóan csak erre a témára egy monográfia, de nem részletkérdésre úgy nem volt. És akkor így az volt bennem, hogy hát akkor megírom én. Így született ez a könyv, hogy a legtöbb téma, ami itt releváns, az benne is van, a melegházasság az azért nincs, mert arról van egy másik könyvem, ugye. Nagyon szerte ágazó a könyvnek a tematikája, illetve hát nyilván egy ekkora műsorban ez bele se férne, hogy mindenről tudjunk beszélni. Éppen ezért én arra gondoltam, hogy ami a számomra nagyon érdekes volt, és szerintem fontos téma, hogy beszéljünk a gender elméletről önmagában, hogy egyáltalán meghatározzuk nagyjából, hogy ez mit jelent, és a test és a személyiségnek a szétválasztásáról, mert itt ami hírekből jön, ami nyugatról jön, hírek formájában, az úgy gondolom, hogy a jéghegynek a csúcsa, amit már látunk, ilyen hormonkezelések, meg a gyermekérzékenyítés, stb. De hogy mégis mindez hol gyökerezik ideológiailag, arról keveset hallunk, és ebben a könyvben erről is van szó. Úgyhogy ha nem bánjátok, én innen kezdeném, és akkor Szilvai Gergelynek visszaadnám a szót, hogy honnan is kezdődik a genderelmélet, a genderideológia, és milyennek az alapja? Az az alapja, hogy ők nem szoktak erről beszélni, hogy testiségek szétválasztásra. Ők úgy tekintik az genderelméletet, a feministák úgy tekintik az genderelméletet, mint a nők egyenlősítésének az eszköze, illetve nem is nagyon szoktak, ők így külön genderelméletben nem beszélnek, tehát ez nyilván ez szorosan összefonódott a feminizmussal. Illetve ők azt is szokták mondani, hogy ilyen nincs is, vagy pedig, hogy sokféle van, és nem lehet egyféle genderelméletről beszélni. Tehát nyilván az emancipáció, illetve a nemi szerepek alól felszabadítás eszköze lenne annak a háttérfilozófiája, vagy háttérideológiája a genderelmélet. Én amikor utána olvastam, akkor a konzervatív szakirodalomban találtam ezt a kritikát, és igaznak is találtam, tekintve a feminista szerzők írásait, hogy ezek gyakorlatilag szétválasztják a testét és a lelket, de ők ilyenről nem beszélnek, ők letagadják a biológiát, és ebből ugyan nem vallják be, de szükségszerűen következik a testek szétválasztása. Ami miatt én ezt nagyon hangsúlyozom a könyvben, az az, hogy tényleg van a genderelméletnek sokféle irányvonala, meg minden egyéb, és a nagy közös pont a különféle irányzatok között, az szerintem ez a biológia, hát legalábbis ignorálása, és az, hogy a testünkből, a testi létből nem következik semmi. Tehát, hogyha egyszerűen akarom, akkor ez olyan, mint hogyha a mosógépnek
az anyagából, meg a szerkezetéből nem következne az, hogy az mosógépként kell működjön, hanem azt mondanák, hogy ez lényegtelen. Körülbelül így tudnám összefoglalni a lényeget, és ettől kezdve már mindegy, hogy éppen marxista, posztmodern, liberális, vagy milyen genderemetű beszélünk, a kiinduló pont az ez. Igen, az, hogy erről mit mond a Biblia, azt pedig Tóth Gézától kérdezném, hogy mit mond a Biblia a test és a szellemnek, a testnek és a léleknek az egységéről, valóban szétválasztható? Kezelhetjük ezt két külön egységként? Természetesen nem. Gondolom, hogy ezzel a hallgatóinknak nem fog meglepetést okozni, hogy a Biblia egyébként határozottan azon az állásponton van, hogy a test és a lélek az nem szétválasztható. A teremtés könyvéből kell kiindulnunk, a legfontosabb mindezzel összefüggésben az, annak a hangsúlyozása, hogy az ember az teremtmény, tehát a férfi és a nő is teremtmény, nem a természetnek, vagy az evolúciónak, vagy bizonyos mutálódási folyamatoknak a terméke, egy véletlenszerű egybeesése a természet fejlődésének, hanem egy nagyon tudatosan, nagyon szisztematikusan, nagyon átgondoltan megtervezett és létrehozott, megvalósított lényről van szó az ember tekintetében, és természetesen az ember személyiségéhez szorosan hozzátartozik a biológiai neméből fakadóan is az identitása, tehát aki férfinak lett teremtve, az férfi, és aki nőnek lett teremtve, az nő, tehát a Szentírásnak az első fejezeteiben erről egyértelmű kijelentést találunk, és ez nem összekeverhető, és az anyagvilágról is a Biblia azt mondja, hogy jó, tehát ugye Gergely utalt rá, hogy a modern genderizmus az ugyan nem azon a gnosztikus tanításon áll, miszerint a test és a lélek az egymással ellentmondásban van, vagy egy feszültség található közöttük, van egyfajta alacsonyabb rendűség, vagy felsőbb rendűség a szellem részéről, és egy alacsonyabb rendűség, alárendeltség a test részéről. Néha ezek konfliktusba kerülnek egymással, és ezen úgy lehet segíteni, hogy a láthatatlan személyiségét az ember azt, hogy mondjam, előtérbe helyezi, és ezzel kijavítja azt a hibát, ami abból fakad, hogy a gnosztikus tanítások szerint nem egy személy teremtette az egész világ mindenséget, hanem más a szellemvilágnak a teremtője, és más a fizikai világnak az alkotója, és a fizikai világnak az alkotója az rossz indulatú és gonosz, és alával rendelve a szellemvilág alkotójának, és ezért a fizikai világ az eredendően nem is jó, hanem rossz, és gyakran konfliktusba kerül egymással a kettő, vagy eleve konfliktus áll fenn a kettő között, tehát ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy a látható világnak a teremtője az Isten, mert mindent, amit megteremtett, lemeózta, és azt mondta, hogy ez igen jó, és utána megteremtette az embert is, és az embert is, mint olyan lényt, aki fizikai testtel rendelkezik, jónak minősítette. Tehát egyáltalán nem elidegeníthető meggyőződésünk szerint az embernek a nem identitása a biológiai nemétől, hanem ennek a kettőnek összhangban kell lennie egymással. Egyébként érdeklődéssel olvastam, hogy a könyv is foglalkozik a gnoszticizmussal, de ahogy az előbb Gergely válaszolt is rá, azért nem megy bele részletesen, érthető oknál fogva, mert a modern gender mozgalom ezzel nem foglalkozik. Noha egyébként tartalmilag mégis a döntései azok azt sugallják, hogy ugyanígy gondolják. Tehát, hogyha nem is ideológiai, vagy filozófiai, vagy világnézeti alapon deklaráltan fogalmazzák meg azt, hogy a test az nem jó, vagy jó, vagy nem jó, tehát nem egyértelműen gonosz, de nagyon sok esetben szembe van az igazi énnel, az igazi személyiséggel, és az embernek az igazi személyiségét kell megtalálnia, és joga van hozzá, hogy rátaláljon egy férfi az igazi női személyiségére a férfi testében, és akkor meg kell neki adni a jogot arra,
hogy a biológiai adottságait az igazítsa az igazi ényéhez, mert ő valójában az, akinek ő gondolja magát, és lám-lám a természet az ilyen, hogy néha szembe helyezkedik az igazi valósággal. Hát ez azért mégiscsak egy gnosztikus gondolkozás, mert ez gyakorlatilag egy, másképp nem tudod értelmezni, mint hogy egy titkos tudás a legbensőbb lényemről, egy olyan tudás, ami nem fakad, nem magától értetődő, ami a külsőmből nem adódik. Tehát én birtokában vagyok egy olyan titkos tudásnak saját magammal kapcsolatban, amiről senki más nincsen meggyőződve, csak én, de nekem van igazam, és lehet, hogy ez a titkos tudásom ez az, hogy a igazi nemem az nem azonos a biológiai nememmel. És tessék nekem megadni a jogot ahhoz, hogy én erről a meggyőződésről akár, vagy ebből fakadóan úgy döntsek, hogy megváltoztatom a biológiai nememet. Csak én nekem ez a dolog ott sántít, hogy ugye a könyv is több példát hoz rá, hogy akkor hogy létezik, hogy egy embernek ez a fajta identitása az élete során többször is változik. Hát hogyha egy ember férfi létére arra meggyőződése jut, hogy ő nő, és aztán később pedig arra meggyőződése jut, hogy ő se nem nő, se nem férfi, hanem valami köztes nemű, és aztán néhány évvel később megint arra meggyőződésre jut, hogy ő mégiscsak férfi, hát ez már akkor olyan sok fordulat, hogy akkor miért ne feltételezzem azt, hogy legelőször tévedett, amikor már harmadszor téved. Tehát ugyanakkor mégsem lehet ezt valóban egy ilyen gnosztikus elfogásnak nevezni, de mégis sok hasonlóság van közötte. Tehát, hogyha tartalmilag a kommunikációjukban ezt nem is képviselik, én azért azt gondolom, hogy valahol mégis a dolgoknak a mélyén ez azért kell, hogy jelen legyen, mert a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az emberi antropológiának egy nagyon fontos szerves részének tekinti azt, hogy az ember rendelkezik pneumatikus érzékenységgel, vagy lelkiismerettel, tehát egy olyan belső lényegi adottságával, amit meggyőződésünk szerint Istentől kapunk eredendően, úgy, hogy még semmiről nem mondták meg nekünk, hogy jó vagy rossz, és nem tanítottak meg bennünket, mégis ösztönszerűen tudjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz, noha ezt a kultúra azért jelentősen az évszázadok vagy évezredek alatt megváltoztatta a lelkiismeretnek a működését, de ez mégiscsak egy olyan belső mérőműszer, amely alapján egy ember el tudja dönteni, még akkor is, hogyha ateista családba születik, hogy mi a jó és mi a rossz, és ennek, tehát a lelkiismeretnek egy nagyon fontos, hogy mondjam, feladata az is, hogy például az embernek a biológiai identitásában megerősítse az ember. És még hogyha gyermekkorban vannak is, és szintén nagyon fontosnak tartom a könyvnek, hogy erre a területre is kitér, hogy ugyan vannak ugye gyerekkorban olyanok, hogy miközben alakul valakinek a személyisége, ezért kisgyerekként egy kisfiú érdeklődik lányos dolgok iránt, de most nem emlékszem pontosan az ezzel kapcsolatos statisztikára, de még azok a kisfiúk, akik lányos dolgok iránt érdeklődnek gyerekkorukba, azoknak is a döntő többsége aztán férfiként gondolkozik saját magáról felnőttként, és ugyanezt el lehet mondani a kislányokról is, akik fiús dolgokkal foglalkoznak. Most a gender mozgalomnak ezért egy fontos célkitűzése, hogy ha egy 4-5 éves gyerek vagy kislány fiúként határozza meg magát, akkor erre lecsapnak, és azonnal jogokat kell biztosítani számára, hogy akkor akár hormonkezeléssel, akár más módon pszichológiai segítséggel, de akkor abba az irányba tereljék, hogy megerősítsék abban a kislányban, hogy ő valójában kisfiú, vagy fordítva egy kisfiúban, hogy kislány, ami azért abszurd, mert ahogy a könyv nagyon helyesen meg is jegyzi és leírja, hogy ezek a fajta bizonytalanságok, gyerekkori bizonytalanságok idővel lekopnak. És ebben szerintem egyébként nagy szerepe van a lelkiismeretnek is, hogy azért az úgy visszaigazítja az embert ahhoz, hogy te mégiscsak fiú vagy, úgyhogy gondolkodjál magadról úgy, mint fiú. És akár, hogyha valaki ateista is, meggyőződésem szerint, mivel ez a lelkiismeret minden embernek egy nagyon fontos, mondanám, személyiség kelléke, ezért én nem hiszem el,
hogy valamilyen jelzést azok az emberek, akik erre az útra lépnek, ne kapnának ilyen módon közvetetten Istentől, hogy a nemi identitásukat milyen irányba kellene alakítaniuk. Na, azt látni, hogy vannak ezek a filozófiai elméletek, akár ahogy a könyvben is olvassuk, a felvilágosodás, marxizmus és a posztmodern gondolkodásnak ilyen lenyomatai, és ugye ezeket a szlogeneket, amelyek itt filozófiai szövegekben vannak megfogalmazva, azért a hétköznapokban is halljuk, ezért tartom érdemesnek mégis egy pici időt szánni rá, hogy akár a marxizmusnak az itthoni lenyomata, tehát az a fajta kommunista ideológia diktatúra, ami itt volt Magyarországon, hogyan látta ő a nőt, meg a férfit, hogy ez szerinted, Gergely, mennyire hat arra, hogy ma hogyan gondolkodnak a nőnek, a férfinak a szerepéről? És... A marxizmus az közös, de a kommunista diktatúra az, tehát ez egy marxizmus 2.1, vagy egy másik értelmezett marxizmus, amit itt használnak. Kulturális marxizmus. Igen, a kommunizmus alatt nem is volt ilyen típusú gender ideológia. Ugyan mondták, hogy traktoros lányok, meg a nők is dolgozzanak ilyen jelleggel, de ez inkább a proletár ideológia volt, ami ebből ez következett, nem valamiféle tudatos gender elmélet. Szóval én a diktatúrát magát nem kapcsolnám ezzel össze, úgy, mint forrás. Más kérdés, hogy ugye a gender elmélethez kapcsolódó az Amerikában most divatos szélsőbalos gondolkodás, amit wokizmusnak, mint felébredtek, vagy megvilágosodtaknak nevezünk, meg a kritikai elméletek, amiket írok, azoknak a gyakorlati következményei strukturálisan ugyanolyanok, mint a kommunizmus. Itt most gondolok például erre a cancel culture-re, eltörés kultúra, ahogy a kommunizmus a mi időnk, vagy nem a mi időnk, mert én a végén születtem, de hogy cenzúrázott könyveket, betiltott könyveket, vagy kiszedett könyvekből részteket, ugyanúgy most igyenes megy a nyugati világban, csak más szempontból, de jól megfeleltethetőek a különböző állomások. Az egy jól beazonosítható diktatúrális hatalom volt itthon, ez meg ahogy Rod Dreher, amerikai szerző, aki most Magyarországon van, és egyébként ortodox vallású, írja a Live Not By Lies című könyvében, ami tavaly jelent meg, hogy ez egy egyfajta lopakodó puha totalitarianizmus, amiben nem lokalizálható a hatalom helye, hanem az elitek szélső balos elképzeléseinek az átnyomásából fakad. Tehát ez nem inherensen tartozik a gender elmélethez, de ma ez a gender elmélet meghatározó vonulata, ez a szélső balos vók felfogás. Te írsz a könyvedben a posztmodernről is, aminek most ha nagyon-nagyon egyszerűen szeretnék megfogalmazni, ez a minden relatív, minden attól függ, hogy mit mondunk róla, stb. Ez mennyire fonódik össze a gender ideológiával mondjuk itthon? Nagyon, hát ez az alap ideológia mögötte, vagy ez az alapvilágszemlélet mindenhol szerintem. Marxizmus meg posztmodern, és ezek összekeveredve, mert élesen nem választhatóak el egymástól. De igen, a posztmodernrel kapcsolatban is ugye megjegyzett, hogy azon áll, hogy valójában a valóság nem megismerhető, és abból indul ki, és ezért aztán nem is lehet arról beszélni, hogy mi a jó és mi a rossz, meg hát azt senki nem döntheti el, hogy mi a jó és mi a rossz, és hát azért ezek mögött, a világnézetek mögött lehet egy kőkemény törekvés látni, a zsidó-keresztény kultúra, kinyilatkoztatás, értékrend elsöprésére vonatkozóan, tehát ez minden olyan dolgot, amelyet az elmúlt évezredekben jónak tartottunk, megkérdőjelez először is, aztán utána pedig rossznak állít be. Nem véletlenül, hogy ilyen hangosak a keresztények ezzel kapcsolatban, és ahogy mondtad, az ortodoxok is fontosnak tartják ezeknek a klasszikus igazságoknak a védelmét, mert ezek a társadalomnak az alappillérei. Tehát, hogyha a házasságnak az intézménye az összedől, tönkre megy, és ilyen dolgokról kell vitatkozni, hogy a házastársi hűség az kötelékben tartja el feleket, és nem is tudom, ezeket nem bírom megjegyezni, ezeket a kifejezéseket, amiről írsz is a könyvedben, Gergely, ez a több embert szeret egy ember, ez a poli, segíts kérlek, hogy mi volt egy fejezetet szent. Poliamória, igen, a csoportszerelem. Igen, ez a csoportszerelem, és akkor nagyon jól le van vezetve, hogy ilyen abszurd, amikor egy indexcikre hivatkozol, hogy,
hogy megpróbálták bebizonyítani, hogy ez mennyire újszerűbb, mennyire modernebb, mennyire igazságosabb, és a legfontosabb, mennyire őszintébb, mint a házasság, mint hogy a házasság az nem lehetne őszinte, tehát nem lehetne őszinte egy férfi és egy nő egész életen áttartó hűséges kapcsolata, és hát látszik, hogy a házasság az tényleg egy szálka a gender ideológia képviselőinek a szemébe, és nem is azért akarják ezeket a jogokat maguknak megszerezni, hogy ők is házasságban éljenek, hanem valójában a cél az a házasság intézményének a relativizálása, aláásása, és az annak a tiszteletének a lerombolása a társadalmakban, ami viszont a társadalom halálát fogja okozni. A másik pedig, ami a homoszexualitást illeti, hogy szintén a könyvbe is hivatkozol rá, de hát ennek nem olyan nagyon régen, a 444-en olvastam éppen egy olyan írást, amely arról szólt, és ettől számomra ez még hitelesebb volt, hogy ezen a portálon jelent meg, amely arról szólt, hogy bebizonyosodott, hogy a homoszexualitás az nem genetikailag determinált dolog, mert akkora mintavétellel rendelkező kutatást végeztek, amely elég megnyugtatóan bizonyította azt, hogy a homoszexuálisok azok nincsenek determinálva homoszexuális fogékonyságukra vagy hajlamukra. Ugyanakkor azt se lehet mondani, hogy a teljes mértékben ugye választott döntésről van szó, de egyáltalán nem determinált dologról van szó, és ez viszont azért érdekes, mert akkor viszont, hogyha nem determinált, hanem a körülmények befolyására is lehetnek az emberek homoszexuálisok, akkor nem elképzelhetetlen, sőt nagyon valószínű, hogy a gender elméleteknek a népszerűsödésével sokan választani fogják a homoszexualitást, és magasabb lesz a homoszexuálisoknak az aránya, vagy a transzneműeknek, vagy a különböző gender identitással rendelkező embereknek az aránya a társadalomban, mint most jelen pillanatban, és ez akár vezethet oda is, hogy elveszíti a társadalom a reprodukációs képességét, mert nem akarnak majd az emberek házasodni annyian, illetve ha házasodnak is, nem akarnak gyerekeket vállalni, és hát ezt tudjuk, hogy egész Európában már egy óriási nagy probléma, mert a gender elméletek nem voltak még ennyire erősek, de már most is kihalóban van az európai, sokkal több ember hal meg, mint amennyi születik, és ugye hát ezért is tartják fontosnak Nyugat-Európában, hogy különböző kultúrájú bevándorlókkal és menekültekkel töltsék föl a hiányzó űrt, hogy mégis azért a társadalomnak a működő képessége megmaradjon, de hát itt azért nagyon fontos arról beszélni szerintem, hogy ez hova vezet mindez. Tehát oda vezet, hogy egy boldogabb társadalomban fogunk majd élni, ahol mindenki az lehet, aki akar. Noha, megint csak az adatokra hivatkozva lehet tudni, hogy a gender ideológiát vallók és a nemüket, a biológiai nemüktől elválasztó és különböző társadalmi nemekkel azonosuló személyek között a mentális problémák azok lényegesen gyakoribbak, mint a heteroszexuális társaik között. Gergely, lehet már látni ilyen következményeket esetleg akár a nyugati társadalmakban, amik visszavezethetők ehhez a fajta gender elmélethez? Hát sok mindent lehet látni szerintem, hogyha az ember összerakja a nagy képet, nyilván ott a melegházasság, akkor a melegházasság után ez a poliamória vagy csoportszerelem, ezt nyomatják is kisebb sikerrel, viszont nagyon áttört ez a transz ügy, az, hogy még a gyerekeket is elkezdik hormonkezelésre vinni, hogyha a kislány autóval játszik, kicsit leegyszerűsítve a dolgot, de lényegében erről van szó. Az, hogy tini lányok ezrei Amerikában és Nagy-Britanniában egy kicsit a kamaszkor, nem tudom, viharos éveiben időnként testképzavarral rendelkeznek, meg egyéb lelki bajaik vannak. A kamaszkor az általában így szokott tenni mindenkinek, de talán a lányoknak még jobban, mint a fiúknak. Kitalálják, hogy ők igazából ellenkező neműek, amit valószínűleg egy rövid időn belül megbánnának, akkor elindítják őket ezen a úgymond tranzíción, tehát hormonkezelés meg műtét. És hát jó pár olyan ilyen hölgy van, aki végigment ezen, majd megbánta,
és visszacsinálni nem lehet. Hát a tesztoszteron terápiát nem lehet visszacsinálni, a levet melleket nem lehet visszavarni, vagy hát vissza lehet varni, de az ott csak egy szövet darab lesz ott, mert a idegeket meg a ízéket nem lehet újra össze, meg a különböző fejkapírásokat nem lehet újra összeilleszteni, tehát hogy felszíni beavatkozást lehet csinálni, de más nem. Nyilvánvalóan pasi se lesz a lányból, tehát ez a műtét, ez a nem váltó műtét valójában nem vált műtétet, hanem eltorzítja az embert, mert ugye a csontstruktúránkat, az agystruktúránkat, a sejtjeinket nem lehet átműteni, már pedig a csontunk, az agyunk és minden egyes sejtünk fajnői vagy férfi sejt. Emellett ott vannak a rótakövetelések, amelyek véleményesek lehetnek, vagy az a különböző ilyen olyan következő gender mainstreaming, a gender emelet gender gyakorlata, ami azt követi, hogy a állami kormányzati beavatkozással alakítsák át a társadalom alapvető normáit, mert akkor nem lesznek elnyomva a nők. Ez elég egy-két ilyen szűnik, de szokták dagadni, de ha az ember elolvassa az alapvető dokumentumokat, akkor ez feketén-fehéren le van bennük írva. Elég egyértelműen bizonyítani lehet. Nem tudom, hogy mennyire látod ezt bizonyítottnak, hogy ugye ez a genderelmélet, mint filozófia, vagy ideológia, vagy hát valóban egy elmélet állja csak meg a helyét, vagy szándékuk, hogy politikai szintérre lépnek. Teljesen egyértelmű, ez napnál világosabb, és ők se. Hát az egész elmélet a 60-as években a radikális baloldali mozgalom indult, és akkor is az elméletcsinálók egyben aktivisták is voltak. Ma mai napig ez egy teljesen elpolitizált terület, úgy is mondhatnám, hogy egy teljesen elpolitizált tudományterület, hogy egy olyan politikai akcióterv, aminek van egy tudományos máza, vagy oldala, tehát megpróbálják megmagyarázni tudományosan, de hát itt ez nem kérdése, ez nem is kell kutatni, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy politikai célok és politikai eszközök elérhető politikai célok a végsek, mert az ő részekről. Ez a két anyag, ez a gender mainstreaming, amit magyar feministák írtak, ez a két kötet. Ez 2015 keletkezett, és kormányzati háttéranyagnak készült. Mi a legfőbb politikai cél, hogy az emberjogi szintre emeljék azt, hogy bárki válthasson nemet? Hát nyilván sok irányzat van, ki mérsékeltebb, ki radikális, a feministák egy része nem ért egyet a transzneműséggel, de ugyanúgy, de a gondolat ugyanabban gyökerezik. De hát vannak, Gail Rubin például 1975-ben azt mondja, hogy a cél egy androgün társadalom, ami nem nélkült jelent, hanem ahol nem számítanak a nemek, és a biológiától függetlenül mindenki nem is engedi meg, amilyet csak kigondolt magának, vagy amit érez. És én ezt látom, de hát szerintem a transzneműségen kívül, meg az emberi jogi követelésekkel, melegházasságon, stb. Kívül örökbefogadása a melegpároknak, ugye, ami nagyon veszélyes lehet, az az, hogy hát fogalmazunk így, a férfiak kiherélése. Tehát miközben a hétköznapokban a nők többsége arról panaszkodik, hogy már egyre kevesebb a lovagias férfi, vagy nem tudom, hogy probléma van a férfi szerepekkel, vagy felelőtlenek, vagy tutyimutyik a férfiak, vagy nem tudom, vagy egy jelentős részük. Aközben és inkább inkább egy ilyen hagyományos, lovagiasabb eszményű férfit kedvelnének a nők, eközben a feminizmus pont, hogy ugye úgy férfiasság, pont amit a nők igényelnének, pont azt akarja kiírteni a férfiakból, meg azt gondolván, hogy ezt meg lehet változtatni, mert akkor látja biztosítottak azt, hogy ugye a patriarchális elnyomás az megszűnik, és nyilván vannak a férfi erőszaknak, meg a férfiasságnak túlzásai, de hát ezt a történelemben mindig is megpróbálta kezelni az egyház is, a lovageszmény maga önmagában egy megzabolázott férfiasságot testesít meg. De abszolút látok egy ilyet, hogy én nem vitatom a jó szándékukat, meg hogy ez belső indítatásból fakad, szerintem egy nagy elkeseredettség és időként mentes problémák állnak mögötte, de az egyértelműen a társadalom dezintegrációhoz vezet, illetve a férfiak és nők összeveszejtéséhez, akkor is, ha nem akarják. Hát egyet értek, valóban így van, és hát ebben van egy ellentmondás is, mert hiányzik a nőknek a lovagias férfi, az udvarias, aki előreengedi őket, meg kezet csókol, stb. Ugyanakkor nagyon sokszor találkozni olyan tehát megnyilvánulásokkal, hogy kikérik maguknak a nők a kézcsókot, vagy az előreengedést, vagy hogy
nőknek hívják őket, mert ezt valami fajta lealacsonyításnak veszik, vagy a gyengeségük hangsúlyozásának veszik. Hát emlékeztek rá talán, hogy nemrég egy pár évvel ezelőtt volt olyan, hogy Orbán Viktor találkozott az Angela Merkel, és kezet csókolt talán neki, és aztán egy nagy botrány volt belőle, hogy miért csókol kezet a Angela Merkelnek, ezzel a női identitását akarta hangsúlyozni, és ez egy ilyen férfi soviniszta megnyilvánulás volt a részéről, hogy mintha nem lennének egyenrangúak, tehát nem két politikus találkozott volna. Tehát ez valóban sok veszekedésre, meg félreértésre ad majd okot, hogy akkor egy férfi is elbizonytalanodik, hogy hogyan tudja tiszteletét kifejezni a nő felé azzal, hogyha ha nőként bánik vele, vagy hogyha úgy bánik vele, mintha nem lenne nő, hanem férfi. És hát ugye ez egy óriási nagy feszültség már most is a nyugati társadalmakban, hogy például a megszólítás, tehát hogy van egy új beszél, van egy új nyelvezet, egy barátom, aki kint dolgozik, mindegy, hogy hol, Nyugat-Európában. A lényeg az, hogy egy nagy nemzetközi cégnél dolgozik, és kaptak egy olyan füzetet tavaly karácsony előtt, vagy mondhatnám már majdnem, hogy karácsonyra, tehát úgy lett időzítve, amely arról szól, hogy tájékoztatják a munkavállalókat, hogy milyen nyelvezetet várnak el mostantól fogva az üzleti levelezésbe és a munkai kapcsolatokba, és hát természetesen nem lehet a másiknak az identitását a nemi biológiai adottságok alapján megnevezni, és hát ugye zavarba lesznek majd az emberek, hogy akkor hogy hívják a másikat, nem tudja, hogy megsérti-e, hogyha nőként kezeli, vagy éppen azt igényli. Tehát ez egy annyira kaotikus helyzet, amely most kialakul a gender kapcsán elvárt politikai korrektség 2.0, illetve az új beszélnek egy újabb módozata kapcsán, ami csak még inkább a sértődést, az érzékenységet az emberekben hát erősíteni fogja, és hát ettől nem szabadabban fognak magukkal vagy egymással kommunikálni az emberek, hanem még több szorongás lesz, hogy nehogy véletlenül a másikat megbántsa. És hát ugye ez meg aztán megint egy abszurd helyzet, amikor például valaki férfi létére elvárja a munkatársaitól, hogy őt nőnek szólítsák, mert ő nő. Úgy kezeljék, és úgy is szóljanak, vagy úgy is beszéljenek hozzá, és valaki erre esetleg nem hajlandó, mert hát most én belegondolok abba, hogy én egy munkahelyen dolgoznék, és bejelenteni egy kollégám, hogy mostantól fogva, hogy a magyar nyelv így nem tesz különbséget, de hát nőként kell őt megszólítanom, vagy kisasszonynak kell szólítani, vagy asszonyomnak kell szólítani, hát azért ez nem tudom. Tehát annyira szokatlan az egész, hogy igazából szerintem még a következményekről nem lehet beszélni, meg talán annyira új, hogy még ez nem csapódott le, kell egy néhány évtized, hogy ennek a gyümölcsei megmutatkozzanak annak a vetésnek, aminek most tanúi vagyunk az elmúlt években. Amiről Géza is beszél, itt a nemek, meg a megszólításoknak a megváltoztatása, tehát nyelvi szinten ez azért fontos, Gergely, mert hogy úgy gondolják, hogy ahogy beszélünk erről, úgy gondolkodunk, és ezáltal a gondolkodást szeretnénk megváltoztatni? Hát igen, egyrészt van ez a posztmodernnek van egy ilyen mániája, hogy a valóság nem megismerhető, vagy nem létezik, és azt a nyelv vagy torzítja, vagy azt hozza létre, ugye, mert hogy egy egyszerű példával élve, ugye itt Magyarországon a hóra egy szavunk van, az eszkimóknak meg tizen valamennyi, és hogy ez más kategóriákat hoz létre az agyukban. De hát ez egy rossz érv, mert a nyelv nem determinál minket, és magunk is alakítjuk, és azt nevezzük néven, amire szót akarunk találni. Más kérdés, hogy ez visszahat, vagy hogy nyilván hát alakítja a nyelv a gondolkodásunkat, de mi is alakítjuk a nyelvünket, és ezt a feministák kevésbé szeretik elismerni, miközben a legnagyobb nyelvalakítók ők, és nem is csak a gondolkodásukat akarják alakítani, hanem, és most nem is a feministákra gondolok itt, bár ők is, hanem az LMBTQ mozgalom, hanem a
az egész, hát most például a női vagináról, ugye kitalálták azt a kifejezést, hogy front hole erőső lyuk azért, hogy a magukat átműtő transzok is ebbe a kategóriába tartozhatnak, érezzék magukat, mert hogy nyilvánvalóan egyértelmű anatómiailag a kettő nem ugyanaz. Ez a politikai korrektségnek a netovábbja, amikor találnak egy más szót azért, hogy abban gondolkodjunk, mert így az befogadóbb. Igen, és hát akkor az elnevezéseknél még az is közrejátszhat, amit említettél a posztmodernnél, hogy ugye kitaláltak különböző kifejezéseket, most nem is tudom, hogy hány fajta nem létezik, 72, vagy lehet, hogy már annál is több, és ugye eddig azok, akik valami fajta identitászavart éreztek a nem identitásuk kapcsán, azok most nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mert eddig arra, amikkel ő azonosolni tudtak, eddig annak nem volt neve. De most viszont mondjuk már van neve, és akkor most már tudom Abszolút. Azt mondani, hogy én az vagyok, és ettől egy nagyobb megnyugvást élek át, mert mintha eddig nem léteztem volna, de most már szavak engem létrehoztak, most már létezek, most már meg tudom magamat határozni. De ettől a valóság Igen. nem változik meg, tehát hogy szavakat vagy címkéket ragasztok rá, most egy persze nagyon buta hasonlat, de most egy konyha szekrényre ráragasztok egy olyan címkét, hogy ez az ágy, ettől természetesen az nem lesz az, de hát ezzel a kísérlettel el lehet játszani, csak hogy igen, az a nagy kérdés az, hogy hová fog mindez vezetni. Már ugye többször említettétek a feminizmus szót, és a könyvben is azért úgy láttam, hogy szét van ez szálazva valamennyire, tehát hogy a feminizmus, mint egy nagy eszme vagy mozgalom, azért több részre szakadt, több hullámról beszél Gergely is. Itt azt el lehet mondani, hogy ez a gender ideológia igazából szőröstül-bőröstül felfalta a feminizmust, mert azért a feminizmusnak volt egy régi, klasszikus olyan ága, amivel még akár egy keresztény nő is tudott volna azonosulni. Hát, ami olyan most ága szerintem nem volt. Annak egy-két, nyilván a feminizmus egy-két céljával gond nélkül tud onnozósulni egy keresztény és konzervatív ember is, de hát a gender elméletet a feminizmus hozta létre. Tehát azt mondani, hogy a gender felfalta a feminizmust, ez a maximum olyan értelemben igaz, ugye, hogy a forradalom felfalja a gyermekeit, ahogy a könyvben is írom. De hát ezt a második hullámú, tehát a kortárs feminizmus egyik alapító anyja, Simone de Beauvoir találta ki, az ő második nem című könyve az, ami a gender elméletnek ugyanúgy az egyik alapirodalma, bibliája, igen, egy kicsit. De hát én nem választanám el így, hát akkor saját magukat falták fel, vagy nem tudom, mert a transzmozgalom például a feminizmus ellen fordította a feminizmus saját felfogását, de hát ezek már ilyen belharcok. Igen, itt arra gondoltam főképp, hogy ugye most már a női jogok azok úgy vannak hangsúlyozva, hogy igazából nincsenek úgy női jogok. Most ha arra gondolunk, hogy férfi, transzférfiak is versenyezhetnek például nőkkel együtt, amit láttunk ugye nyugaton, tehát az ott már nincsenek női jogok, itt transzjogok vannak, aminek a nők is a vesztesei. Így van, hát ugye ez annak a következménye, hogyha azt mondjuk, hogy persze a női jogot ki akarjuk terjeszteni, vagy lehetőséget akarunk adni a nőknek, sok mindenre az általában rendben van, de itt nem a jogok a fő kérdés, hanem hogy tározzuk meg a nőt, vagy a férfit, ugye másik oldalon, vagy a heteroszexuális, vagy a nem heteroszexuális, stb. És az történt, hogy azt mondták, hogy a nő nem attól nő, hogy van egy biológiája, meg nem is a nemi szerepektől, meg nem is nem tudom mitől, hanem az a nő, aki annak érzi magát, és annak mondja magát, és pont és semmiféle külső korlát ebben nem jelenhet meg, mert akkor az elnyomás. És ettől kezdve ugyanő, ha egy kifejezés bármit jelent, akkor nem jelent semmit. Ezt csinálják a családban is például. És akkor ezzel. Egyébként ugye a másik furcsa dolog az, hogy megnyitották a börtönöket Amerikában. A börtönök mai részlegét a magukat nőnek képzelő férfiak előtt, és hát már feljebb ugrott a börtönben elkövetett erőszakosága, már nem csak azt fog elvenni, aki magát valóban nőnek érzi, egyébként még az is gyakrabban követel erőszakot, hanem hát kapnak az alkalmon a börtöntöltelékek, akik nem egy szép lelkű emberek, tehát hogy ők nem fognak ezen elmélázni, hogy ez most akkor így
rendben van-e, vagy nincsen. Hát igen, mert ugye nincsen semmiféle feltétel azzal kapcsolatban, hogy valakit megvizsgáljanak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy mostantól fogva a nőnek érzi magát, és jelentkezik egy nem váltó műtétre, akkor most már, ha jól tudom, akkor nincs alávetve semmilyen pszichológiai vizsgálatnak, nem kell megugrani a bizonyos léceket. Itthon igen, Amerikában nem. Itthon igen, tehát Amerikában nem. Na most innentől fogva, hát akkor most egy férfi elítélt, mint ahogy volt is erre példa, tudjuk ugye azt, most a neve nem jut eszembe, akit az Obama még az utolsó döntésével kegyelemben részesített, az aki átoperáltatta magát a börtönben nőnek, és aztán nőként tevékenykedett egy ugye kémügybe keveredett, tehát titkos információkat adott el. Ezért kapott azt hiszem 35 évet, és aztán utána Obama még utolsó döntéseként kegyelmet adott neki. Manny, azt hiszem Manny nevet vette föl, és például, hogyha elhatározza, ott onnantól fogva, akkor ezek szerint ő dönthet úgy, hogy ő egy női börtönbe kerül? Mert igen, egyre inkább így van. Sőt, ugye, hát a fiatal, a gyerekeknél bátorítva vannak meg a kamaszoknál is, a magukat nőnek érző kisfiúk és kamasz fiúk, hogy a másik öltözőbe menjenek be, és rengeteg ilyen guideline, ilyen útmutató van Amerikában, ami azt mondja, hogy a kislányoknak el kell magyarázni, hogy miért van ott a másik, tehát, hogy nem a kislány a hibás, hogyha ő, vagy a kamaszlány, hogyha ő azt gondolja, hogy ez így nincs rendben, hogy egy fiú öltözködik ott vele, illetve nem a fiú a hibás, hanem a kislány a hibás, amiért azt gondolja, hogy problémás az, hogy ott öltözködik vele egy fiú. És tehát az egész világot ugye, tehát ez a mindenségnek a fejtetteire állítása. Oldalon ez abszolút beleillik az Isten törvénye és Isten igéje, vagy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás elleni nagy lázadásba, vagy annak egy utolsó, vagy utolsó előtti, de mindenféleképpen egy fontos állomásának, és ugye hát itt alapvetően az is ebben megjelenik, hogy elvitatják a teremtőtől, hogy a teremtmények számadással tartoznak az alkotójuknak, és egyébként ezért is kapcsolódik erősen a feminizmus és az egész mozgalom az abortuszhoz is, mert ugye úgy határozzák meg az abortusz mögött is, az van, hogy az a nőnek a teste és a nőnek van joga hozzá, és ezért egészen extrém esetben még ahhoz is joga van, hogy a terhesség utolsó fázisában is dönthet arról, hogy elveteti a gyermeket, mert hogy az az ő teste és az az ő véde. Ezzel szemben ugye a bibliai értékrend szerint az ember az nem, hát nem az, hogy nem önmagát teremtette, ez magától értetődő, nem a saját tulajdona, hanem Istennek a tulajdona, és Istennek tartozik az ember számadással, és ezért van szó a Bibliában ítéletről, meg halottak feltámadása, ugye lelkészként most ezt a vonalat, hogy hagy emeljen bele a beszélgetésbe, és több helyen is egyértelművé teszi a Biblia, hogy a tulajdonjogot Isten nem ruházta át az ember számára, használati jogunk van saját magunkhoz is, de a tulajdonjog az továbbra is isteni, és ilyen értelemben az embernek még ahol sincsen joga, hogy a saját testével kényekedve szerint bánjon, ezért például az öngyilkosság is nagyon súlyos bűn a Bibliában, de hát így kellene megközelíteni az embereknek a saját testüket is, hogy ezt nem csonkíthatják meg. Hát azt nem ők alkották, nem ők teremtették, semmit nem tettek érte, azt úgy kapták ajándékba, tehát ez és ráadásul régen a jog, én nem vagyok ebben szakember, de azért emlékeim szerint például volt olyan, igaz, hogy talán nem a polgárjog, de még lehet, hogy az is, de ugye például a katonai törvények az öncsonkítást azt a súlyos bűnnek tartották, mert hogy az embernek vannak bizonyos kötelezettségei a társadalom felé, és ezért például az államjogot formálhat kritikus helyzetekben, mondjuk háború esetén egy ember testére, és igénybe veheti azt, és akkor a háborúban azt felhasználhatja, és ezért ugye például sorköteles ember megcsonkította úgy a testét, hogy alkalmatlanná vált a hadviselésre, akkor azért elég súlyos büntetéseket, több év börtönbüntetést kiszabhattak rá.
Tehát én nagyon nem lennék azoknak az embereknek a helyébe, akik a saját testükkel, kényük, kedvük szerint bánnak, de azoknak az orvosoknak a helyébe se lennék, akik ezekhez asszisztálnak, mert egyszerűen az emberi test az összes gyengeségével együtt egy remek mű, mind a férfi test, mind pedig a női test, és hát egy kicsit az ember a biológiával foglalkozik, hogy betekint, akkor elcsodálkozik azon, hogy mennyire összetett és mennyire átgondoltan kitalált az emberi testnek a működése, és az ember nem jogosult arra, hogy azt csinálja vele, amit akar, például, hogy megváltoztassa a saját nemét. Tehát ez egy olyan, annyira nagyon durva beavatkozás az emberi testbe, ami hát nem hiszem, hogy következmények nélkül marad. És hát ahogy már elhangzott, ugye nem is nagyon lehet. Tehát tudunk egyáltalán olyan példát, Gergely, amikor ez sikerült bárkinek, hogy teljesen mondjuk egy nőből férfi legyen, vagy fordítva. Mert nem lehet, tehát hogy ez fizikai lehetetlenség, mert minden sejtünk, vagy férfi, vagy női sejt. Tehát hogy minden mérdő, mind gyakorlatban lehetetlen, hogy legyen erre sikeres példa. Olyat tudunk, hogy a felszínes átműtés az a megvan elégedve az illető, és az a boldogan él, de azt is ilyen 5-10 éves a maga az egész folyamat. És jó, drága, veszélyes, fájdalmas, rengeteg mentális probléma lép fel közben. Vannak, akik a végén elégedettek lesznek, sokan meg megbánják. És nagyon sokak meg nem bánják meg, de a mentális problémák nem tűnnek el ezzel, tehát kiderül, hogy nem a műtét, hogy a műtét nem mondja meg. De a teljes mértékben átműteni egyik nemből a másikba az egyszerűen lehetetlen, mert az minden sejtünket ki kéne cserélni, a csontunkat is ki kéne cserélni, és a nagyunkat is ki kéne cserélni. Amikor amerikai, illetve én angliai példák jönnek elénk, akkor nagyon sokszor hajlamos az ember arra gondolni, hogy jó, hát ez jó távol van tőlünk, itt Magyarországon egyelőre nem hallunk ilyesmiről, úgyhogy megnyugodhatunk. De hadd kérdezzem meg, hogy például az Európai Unió, aminek mi is tagja vagyunk, hogy áll ehhez a gender kérdéshez? Hát nagyjából úgy, mint az USA, egy picit mérsékelt ebben, itt nincs akkora felhajtás a transznemek körül még, az Európai Unióban se, de hát nemrég fogadta, hogy az LMBTQ stratégiáját az Európai Unió, amiben nagyon szépen általánosan megfogalmazva van az egyenlőségről és diszkriminációmentességről, de hát tudjuk, hogy ez gyakorlatban mit jelent. Úgyhogy illetve hát a dokumentumoknak a választott nem szerinti kiállítását azt az EU is szeretné preferálni. Ezek ugye mind tagállami hatáskörök, amiket nem tudnak EU-s hatáskörbe venni direkte, de hát nyilván arra megvannak a soft law, meg a puha diplomácia és a puha jog eszközei arra, hogy nyomást gyakoroljanak a tagállamokra, és elszigeteljék azokat, akik nem felelnek meg a új elképzeléseknek. Ha még egy picit beljebb jövünk, és itt Magyarországon kezdünk vizsgálódni, akkor itt mi a helyzet politikai szinten? Tehát, hogyha valaki mondjuk olyan ember kerülne hatalomba, aki viszont a gender lobbinak, meleg lobbinak, gender ideológiának kedvezni szeretne, és olyan törvényeket fogadtatna el, ugye ez mindig egy olyan plusz jog, amit aztán utána marha nehéz visszafordítani és visszacsinálni. Van ilyen szándék Magyarországon? Tehát vannak olyan politikai erők, akik ezt megtennék? Hát szerintem az egész ellenzék, ez elég egyértelmű az az iránti igényük. Azt is tudjuk, hogy a különböző magyar LMBTQ szervezeteknek vannak iskolai foglalkozásra készült tananyagai, meg egyáltalán anyagai. Tehát, hogyha ezt be kéne vezetni iskolába, akkor körülbelül egy napba telne, mire a kész tanterveket egyszerűen be kell vezetni. Tehát, hogy mindenre fel vannak készülve. Géza, te hogy látod ezt, hogy egy keresztény konzervatív embernek hogyan kell ehhez ma itt Magyarországon hozzáállnia, hogy helyesen álljon hozzá, tehát hogy ne aludjon meg úgymond a tej a szánkba, hanem valamilyen módon tudjunk tenni azért, hogy ez ne történjen meg itt a hazánkban? Hát például, amit most csinálunk, az is szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy beszélünk róla, beszélni kell róla, mert azért az, hogy Nyugat-Európában ez már áttört, az csak részben annak következménye, hogy volt ehhez politikai akarat és szándék, de azért valami oknál fogva, amit nem ismerek, de a társadalomnak a gondolkodása is meg lett már előzetesen dolgozva, nem tudom, hogy pontosan mikor, egy pár éve fogadta ugye Bundestag,
homoszexuális házasságot, amit egyébként az evangélikus egyház, a német evangélikus egyház most nagyjából egy héten belül üdvözölt, ami ugye egy keresztény ember számára elég meglepő, de nyilván nem akarják most már elveszíteni a népszerűségüket, bizonyos, nem általánosítanék minden evangélikus egyházra, de a német evangélikus egyház ezt üdvözölte, és akkor elhangzott talán egy felmérési adat, miszerint a német lakosságnak a többsége, nem döntő többsége, talán megint nem emlékszem pontosan számukra, nem készültem ebből, de közel 60%-a, de lehet, hogy egy kicsit annál több is támogatja a melegházasságot. Hát ugye a politikusok azok figyelik az embereknek a szándékait, készülnek a választásokra, próbálnak szavazatokat szerezni, tehát ez egy olyan folyamat, ami kölcsönhatásban van egymással, tehát a politikának van hatása nyilvánvalóan az emberek gondolkodására, de ez a másik oldalról is igaz. Magyarországon nem hinném, hogy ilyen rossz a helyzet, hanem valószínűleg itt nagyobb az ellenállás a meleg jogokkal szemben is, de ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy azért döntően azok a konzervatív nézetet vallók, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, vagy a felnőtt lakosságnak a nagy százaléka, nagy része, és a fiatalok többen vannak, tehát nagyobb százalékban támogatják a meleg jogokat, és ezzel együtt feltehetően, már így talán ez még nem került kérdésként a terítékre a genderjogokat is. Tehát, és mivel a fiatalokból lesz a következő generáció, ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok felé nagyon szofisztikáltan, elfogadhatóan, nem dogmatikusan, hanem és érthetően és vonzóan legyenek a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak az állítása, igazsága, illetve konzervatív értékek megjelenítve, mert ha ez nem sikerül, akkor a következő generáció tárt karokkal fogja ezeket a újnak nevezett felfogásokat fogadni, és én azért is bátorkodtam belevinni ezt a gnoszticizmus elemet, hogy azért lássuk azt, hogy itt semmiféle új dologról nincsen szó. Tehát ez nem új, hanem más, meg van változtatva egy kicsit az új beszélnyelvre, a modern kommunikációnak a elemeihez igazítva, de valójában ez már egy régi történet. Tehát a szexuális lázadás az nem is a felvilágosodással kezdődött, nem is a bit korszakkal, hanem ennek megvannak már az ősi régi tradíciói, megvannak azok a tipikus ezeket megjelenítő történelmi, bibliai történelmi tradíciói, eseményei, gondolok itt Szodoma Gomorára, amire persze tudom, hogy a meleg jogokért küzdő embertársaimnak a haja égnek el, de hát ezek régi történetek tehát. De hogyha visszamennénk, a Noé kor előtt is jellemző volt egyfajta szexuális lázadás, tehát ez nem új. A fiataloknak ez azért vonzó, mert úgy lehet eladni, hogy ez valami új, modern, és szembe az óval, kihasználva a generációk közötti ellentéteket, ezt egyfajta ilyen ideaként az emberek elé lehet tárni, de ha őket kellene szerintem megnyerni a hagyományos konzervatív bibliai értékrendnek, mert akkor lesz biztosítva az, hogy például a hazánkban nem történik ezen a területen egy fordulat, mert akkor nem fognak olyan politikai szereplők teret kapni, vagy hogyha teret kapnának, akkor is egy olyan társadalmi ellenállással találkoznak, amivel nem fogják tudni keresztül vinni a szándékaikat.
Gergely, végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy itt Magyarországon, hazánkban te mit gondolsz, mi az a terület, amire leginkább oda kell figyelni a konzervatív embereknek, tehát mi az a cél, amit most kitűztek maguk elé mondjuk a gender elméletnek, vagy ideológiának az aktivistái, hogy nyilván ez egy konzervatív, viszonylag konzervatív társadalom, de mi az, amit még így létszalatát hát lehet itt vinni? Hát akkor az egészet át szeretek vinni, nyilván először melegházasság, ezzel párhuzamosan műtét, transzjogok, vagy az, hogy nekem nevezes magát, amit, és az nem hiszem, hogy különösen visszafogottak lennének az igényeik. Tehát, hogy szerintem felesleges itt így megkülönböztetni egyes dolgokat. Ugyanabban a sorrendben, mint nyugaton, csak sokkal gyorsabban ezt szeretnék keresztül vinni. Itt sokkal gyorsabban, azt mondod? Hát nyilván, hogyha ott már... Hogy behozzák a lemaradást. Na igen, igen, persze. Tehát egy gátszakadást szeretnének. Hát azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van száz darab aktivist, és akkor előre megírt itinerek alapján itt a háttérbe forradalmat szítanak, hanem jó, rájátszanak mindenféle dologra, tehát hogy ez egy hálózatosodott, kevésbé lokalizálható valami, és ők kapcsolatban vannak a nyugati elvtársaikkal, járnak nyugatra a kommunikációs tréningekre, hozzák ide a know-how-t, hogy kell ezt csinálni, és állandóan próbálkoznak. Nyilván itthon kicsit visszafogottabbak, mert itthon még az sincs, ami nyugaton van, bár el szokták nekem ismerni a Dombos Tamás háttérmelegeket ügyvezető, például többször elmondta velem a vitatkozásában, hogy Magyarország meleg, ez amúgy a nyugat átlagában van azzal, hogy élettársi kapcsolat van a melegeknek, melegházasság nincs, ezzel úgymond az ő szempontjából nem vagyunk lemaradva, de azért jó lenne, ha lenne melegházasság. Az örökbefogadás az nyilván azért ugye most megy a harc, ugye isztambuli egyezmény, de hát valószínűleg, hogyha mondjuk az ellenzék hatalomra kerülne és lenne kétharmada, akkor viszonylag egy törvénykezéssel mindent átütne. Úgyhogy szerintem itt nagyon rafinált dolgokra nem kell gondolni. Nagyon köszönöm, hogy a vendégeim voltatok ebben a témában. A gender ideológiai filozófia háttere szétválasztható-e a test és a lélek, de sok minden másról is szó volt ebben az órában, úgyhogy akik lemaradtak róla, azoknak javaslom az ismétlést 18 órától, illetve a YouTube csatornánkat lehet böngészni, mert valószínűleg ott is kint lesz előbb-utóbb ez az anyag is. Szilvai Gergely Mandiner főmunkatársa, a genderelmélet kritika könyv írója, és Tóth Géza, a hídgyülekezete lelkésze, a Szent Pál Akadémia tanára voltak a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen is.